Az elmúlt hétvégén rendezték meg a megyei futballválogatottak északkeleti selejtező tornáját, amelyen 5 csapat lépett pályára. A nyírgyulai edző Lukás Tibor által irányított Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei együttes egy közös edzést és 2 felkészülési meccset követően utazott el Mezőkövesdre. Az első napon mindkét meccsüket megnyerték a szabolcsiak, Borsod ellen 2-1-re, Nógrád ellen pedig 3-0-ra győzött az együttes. Vasárnap először a Heves megyei válogatott várt a szabolcsi csapatra. Mivel igazán tétje ennek a mérkőzésnek olyan szempontból nem volt, hogy bármi az eredmény, akkor is az a döntő a Hajdú megyei mérkőzés. Egy picit, tehát úgy nem azt mondom, hogy lazábban vettük, de kicsit lájtosabban játszottunk a mérkőzésen, nem álltunk úgy bele a páracokba, meg a játékba, hogy kellett volna. Így is az utolsó percekben kaptunk egy gólt, így vereséget szenvedtünk. Így utólag azt mondom, hogy ez nagyon-nagyon fájó vereség volt, mert így, ha tudjuk előre, hogy így fog lezajlani ez a mérkőzés, azért sokkal élesebben játszunk. Én azt gondolom, hogy tudtunk volna élesebben játszani, sajnos ez így alakult. A negyedik mérkőzésen a döntőn, ami azt mondtuk, akkor úgy gondoltuk, a döntő Hajdú megye ellen játszottunk, nagyon élesen játszottunk, nagyon jól játszottunk, magabiztos 4-0-ás győzelmet arattunk, azt gondolom, hogy nem volt kérdés, hogy ki a legjobb csapat ebbe a mezőnybe, de ott bemutattuk, hogy mi vagyunk a legjobb csapat. A tornát a szabolcsiak nyerték 9 ponttal, megelőzve a 8 pontos Heves megyei válogatottat. A hevesiek közben óvást nyújtottak be arra hivatkozva, hogy korábban a Nógrád elleni meccsükön az ellenfélnél jogosulatlanul szerepelt egy játékos. Mivel az óvásnak helyt adtak, a hevesiek a megkapott 2 plusz ponttal megelőzték Lukás Tibor együttesét. Nagyon fájó számunkra ez a óvás utáni második hely, mert én azt gondolom, mindenki úgy készült, hogy tovább jutunk ezen a tornán, bejutunk az országos döntőbe, én azt gondolom, hogy ott is lett volna esélyünk. Nagyon-nagyon rendes gyerekeket, srácokat, játékosokat ismertem meg, akik ráadásul nagyon jó focisták is. De nagyon-nagyon sajnálom őket. El kell képzelni, hogy hazaúton, amikor megnyertünk egy tornát, síri csend volt a buszon, tehát szívem hasat megértük, hogy ilyen, hát egy inkorrekt dolog miatt elestünk egy ilyen olyan dologtól, amivel azt gondolom az életük lehetősége lett volna. A döntőt ezen a hétvégén rendezik a Győr-Moson-Sopron megyei Lipóton, a győztes csapat pedig az amatőr Európa-bajnokságon képviselheti majd Magyarországot.